Sikertelen rablás, két fiatalkorú ellen indult eljárás rablás miatt. Pénteken startol a Hegyvidéki Napok, színes programkínálattal várják a látogatókat. 100 éve született Plejde János képeiből nyílt kiállítás a Barabás Villa galériában. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Eljárás indult két fiatalkorú lány ellen, akik nemrégiben ki akartak rabolni két fiatalt a Maros utcában. Az elkövetők a Városmajor parkon keresztül követték, majd leszólították őket. A két sértett azonban nem adta oda a nála lévő értékeket. Dulakodás alakult ki, a rablók végül elmenekültek. A rendőrség nem sokkal később elfogta a tetteseket. Rövid idő alatt elfogta a rendőrség azt a két fiatalkorú lányt, aki ki akartak rabolni másik két fiatalt. A sértettek a Városmajor parkon keresztül hazafelé tartottak, az elkövetők pedig követték őket. Végül itt a Maros utcánál a rablók leszólították, majd megfenyegették a két lányt. Azt akarták, hogy adják át a náluk lévő értékeket. A sértett személyek ellenállást tanúsítottak, így egy dulakodás alakult ki a két úgymond társaság között, és értékszerzés nélkül távoztak el a helyszínről. Abban a helyzetbe kerültünk igazából bele, hogy mindjárt ott a helyszín közelébe sikerült a két elkövetőt elfognunk. A helyszínen tartózkodó rendőrök, illetve a helyszíni szene során még jelenlévő sértett, és mivel fiatalkorú személyekről beszélünk, az ő szüleik is jelen voltak. Tulajdonképpen az elkövetők visszatértek az elkövetés helyszínére, és így sikerült őket rövid időn belül elfognunk. A Városmajor Park fejlesztésének részeként a parkban nemrégiben térfigyelő kamerákat telepítettek. A mostani esetben a kamerák felvételei bizonyítékként szolgálhatnak majd. A térfigyelő kamera vonatkozásában igazából a oda érkezési útvonal, illetve az onnan távozási útvonal volt, ami megfigyelhető. Tehát itt mind a sértett oldal, mint pedig az elkövető oldala látható és nyomon követhető a kamerák által. Maga a cselekmény helyszínén nem üzemelt térfigyelő kamera, de ennek ellenére már nekünk bizonyítéként az a része is felhasználható, hogy ahogy a közlekedési útvonalakat vissza tudtuk mi ellenőrizni. A két elkövető lány egyébként nevelő otthonban él, egyiküknek pedig már nem először akadt dolga a rendőrséggel. Különböző ügyek miatt vele szemben már többször is folytattak közigazgatási eljárást. A kapott személyelárások alapján úgymond már a gyanú vele szemben felmerült már a kollégákban is, ezt mondom még egyszer, hogy azért így a kerületi rendőrök szemében ő már egy ismert hölgyemény volt. Tulajdonképpen nem mondhatom egy ismert elkövető, mert hogy ő korábban nem igazán került ilyen cselekmények miatt a hatóságunk látókörébe. A bíróság döntésétől függően a két elkövető akár 8 éves börtönbüntetést is kaphat. Egy 25 kg-os petefészek daganatot távolítottak el egy nő testéből az Országos Onkológiai Intézetben. Az intézmény közleménye szerint a műtétet még május közepén végezték el. Egy 46 éves nőt kellett megoperálni petefészek daganat miatt. Az eltávolított daganat 25 kg-os volt, vagyis olyan nehéz volt, mint egy 7 éves gyerek. A beteg súlya a műtét után 40 kg-ra csökkent. A megoperált nő azóta hazamehetett és panaszmentes. Pénteken a Hopparádéval veszi kezdetét a Hegyvidéki Napok. Hagyományosan megrendezik a közrendvédelmi és a hegyvidéki egészségnapot. Idén is lesz főzőverseny, borbazár. A nagy színpadon fellép az Üzletembers, Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar és Szabó Balázs bandája. Az elkövetkező hétvége az egész család számára kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Hetedik alkalommal rendezi meg hétvégén, azaz június 13-án, 14-én és 15-én a Hegyvidéki Önkormányzat a nagy sikerű hegyvidéki napokat. Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket a háromnapos rendezvénysorozaton. Pénteken a Hopparádéval veszi kezdetét a rendezvény. A Hopparádét harmadik alkalommal rendezik meg a MOM Kulturális Központ előtti közösségi téren, amelyen az elmúlt években valamennyi meghatározó magyar ugró, illetve csúcstartó versenyzett már. Tavaly a világbajnok és ezüstérmes dél-afrikai Godfrey Mokoena 8,16 méteres ugrásával torony magasan megnyerte a számot. Szombaton hagyományosan megrendezésre kerül a közrendvédelmi nap. Idén újdonság lesz azonban a tűzvédelmi a rendőrségi bemutató mellett a Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányság bemutatója. Az eseményen kiállításra kerül egy vízirendészeti rendőrhajó is, amelyet a résztvevők közelről is megtekinthetnek.
Azonban nem csak a Gesztenyéskert kínál programokat, hanem a MOM Sportközpont is. Az ott megrendezendő egészségnapon a hegyvidékiek átfogó képet kaphatnak az ingyenes szűrések által egészségügyi állapotukról. Lesz az emlőszűrés, szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről szó, emésztőrendszerről, légzőszer, szóval minden olyan emberi testtel kapcsolatos vizsgálat helyet kapott, ami fontos és érdemes odafigyelni rá. A MOM Sport belterületén az egészségügyi szűrések mellett az érdeklődők kipróbálhatják többek között a jógát, a gerinctornát vagy éppen a nagyi tornát. A kültéren pedig különböző versenyszámokban mérethetik össze ügyességüket, tudásukat, gyorsaságukat a kicsik és nagyok egyaránt. Este a zené és a kellemes boroké a főszerep, a jó hangulatról szombaton többek között az Üzletembers, valamint Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar gondoskodik. A borbazár pedig kibővült kínálattal várja este 11-ig az érdeklődőket. Egyre jobban bővül ugye a borbazárunk, minden évben egyre több pincészet jön, illetve próbálunk arra figyelni, hogy minél több borvidékről jöjjenek, mindenhonnan egy pincészetet hívunk, idén is lesz új borvidékről, most Mórról jön egy újabb pincészet. A nagy színpadi produkciók nem csak szombaton, hanem vasárnap is szórakoztatják a Gesztenyéskert belátogatókat. Vasárnap fellép a Tárkányművek, Szabó Balázs bandája és a Mr. Gang is. A színpadi események körülbelül 10 óráig fognak tartani, de még utána bő egy órában a bor bazár mellett még egy kis gitáros zenés háttérzenével még 11 óráig várunk mindenkit mindkét napon. A Gesztenyéskert Fesztivál hangulatáról a Barabás Villa vadhorgoló klubja, illetve a kulturális szalon horgolói gondoskodnak. A fák is díszbe öltöznek a hegyvidéki napok alkalmából. Ezen felül számos újdonság várja a hagyományos programok mellett az érdeklődőket hétvégén. Természetesen, mint eddig is, minden évben lesznek különlegességek is. Pontosan azért, hogy legyen mindig valami plusz. Ilyen idén például a horgolóknak a közreműködése, akik a különböző kisebb klubokban tevékenykednek, és idén körbehorgolják majd a Gesztenyéskertben a fákat. Illetve lesz még egy programunk, ami a tavalyi esztendőben nem volt, ez a civil kert, az úgynevezett civil kert, ahol a kerületben működő Mutasd meg magad pályázaton nyert civil szervezeteknek a bemutatkozását jelenti. Az előrejelzések szerint az időjárás is kedvezni fog a hegyvidéki napoknak, amelyet június 13-ától 15-ig rendeznek meg a Sírálysétányon, a Gesztenyéskertben és a MOM Sportközpontban. A részletes programkínálatról tájékozódhatnak a www.hegyvidék.hu, illetve a momkult.hu weboldalon. Csalók szeretnék megszerezni a banki ügyfelek pénzét, ismeretlenek az OTP bankra hivatkozva próbálnak meg adatokat kicsalni az ügyfelektől. A bank által kiadott közlemény szerint az elkövetők megpróbálják elérni, hogy az ügyfél megadja a kártyáján szereplő információkat. Kiemelik, hogy az OTP bank sem most, sem korábban nem kért e-mailben ügyféladatokat. A pénzintézet a visszaélési kísérlet kapcsán megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket és jogi lépéseket. Kérésre a budapesti parkok öntöző csapjait is megnyitják a hőségben. A főváros közszolgáltató cégei így igyekeznek enyhíteni az emberek hőségérzetén, de folyamatosan locsolják az utakat is. Szükség van erre, mivel tegnap megdőlt a budapesti napi melegrekord 36,3 fokkal, és ma is 5 megyét kivéve az egész országban hőségfigyelmeztetés van érvényben. Fontos, hogy a nagy melegben mindenki sok folyadékot igyon, lehetőleg vizet, és kerülje a tűző napot. Plejde János festőművész utóbbi évtizedekben készült alkotásaiból nyílt kiállítás a Barabás Villa galériában. A festőművész közelgő születésének 100. évfordulója alkalmából rendezték meg a kiállítást, Takács Péter műgyűjtő és a művész unokaöccse birtokában lévő festményekből. A kiállítás június 24-ig látogatható. A hegyvidéken élt Plejde János festőművész közelgő születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek kiállítást a Barabás Villa galériában. Plejde János élete során több külföldi díjjal is jutalmazták munkássága révén. Hazánkban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Művészetére hatással volt Abba Novák Vilmos, de későbbi művein érezhető Csontváry hatása is. A festőművész elsősorban a természetet, valamint a külföldi utazásai során szerzett tapasztalatait örökítette meg. Műveit világszerte ismerték, képei Londonba, Tokióba, Oszakába, Prágába is eljutottak. Plejde János 2007-ben 91 évesen hunyt el. A
kiállításnak nagyon örülünk, mert annak köszönhetjük, hogy jövőre 2015-ben lenne 100 éves Pleydel János, de hát sajnos csak 92 évig élt, és ezért gondoltuk, hogy az méltó bevezetése lenne a születésnapi ünneplésnek az, hogy itt egy kis csokrot tudunk átnyújtani a látogatóknak, meg a tisztelőinek. Pleydel János a kerületben élt és alkotott, festményeiben ugyan nem köszön vissza a 12. kerületi táj, de nagyon szerette a természetet, a hegyvidéket. Hát ő itt lakott nem messze, talán a Zugligeti úton, vagy valahol itt lakott a közelbe, és hát tulajdonképpen nagyon sokat barangolt itt ő is, meg a felesége is, míg élt. Nagyon szerette ezt a tájat, mert tulajdonképpen ő is Hontfüzes gyarmatról származott, és ott is a csodálatos hegyek között, mint az erdésznek a fia élt, és neki szüksége volt erre. Ezeken az olaszországi képeken is látni lehet, hogy neki az erdő, meg a hegy, és a hegyre épült kis városkák, azok mindig is nagyon közel álltak a szívéhez. A kiállítás anyaga a Százhalombattai Takács Galériából, illetve Takács Péter műgyűjtőtől és a művész unokaöccsétől származik. Erre a kiállításra tulajdonképpen egy műgyűjtő barátja, a Százhalombattai Takács Péter úr volt szíves a legtöbbjét kölcsön adni, meg ami még az unokaöccse birtokában van, és ezek az utóbbi, legtöbbje az utóbbi évtizedekbe készült, mert akkor már ugye nem nagyon tudott utazni, viszont rengeteg kis notesze volt neki, amiben ő ott a helyszínen, még itt a 40-es évek legelejétől, vagy a 30-as évek végétől felskiccelte azokat a témákat, amiket ő szeretne megfesteni. Úgyhogy ő ezekből élt a kis vázlataiból, amiket régebben csinált, és ezeket dolgozta fel. Meg hát tulajdonképpen aztán az utolsó idejéig, ameddig bírt, lement, volt Balaton mellett egy kis nyaralója, és oda levitt 30-40 vásznat, meg farostot, és azokat ott egész nyáron festette, nem egyet, hanem úgy hol azt vette elő. A Pleydel János festőművész tiszteletére és emlékére rendezett kiállítás június 24-ig tekinthető meg a Barabás Villa Galériában. Nagy változásra készülhetnek a magyar vásárlók. Péntektől sokkal több fogyasztói jog illeti meg a vásárlókat az Európai Unióban, így Magyarországon is. Ezen túl jóval könnyebben lehet panaszt tenni egy esetleges átverés esetén, valamint a jogok érvényesítése is egyszerűbb lesz. A változások értelmében az internetes rendelésnél több idő jut majd arra, hogy a vásárló meggondolja magát, és a termékbemutatókra is szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az új fogyasztóvédelmi uniós irányelv június 13-án lép életbe. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!